Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Társasjátékos Podcast sorozatom 20. részében. Ezúttal is itt van velem Peti a Draft Társasjáték Vlogtól. Sziasztok ismét! A mai témánk az a játékmechanizmusok lesznek, és a játékmechanizmusokról fogunk beszélgetni. Kezdésnek általánosságban néhány dolgot, aztán megnézzük, hogy milyen sokfajta mechanizmus is létezik, aztán pedig összeállítottunk egy személyes kedvencekből álló ötös listát, és ezen fogunk majd egyesével végigmenni. Reméljük, hogy élvezni fogjátok, de fontos, hogy ezek nem kinyilatkoztatások a részünkről, inkább csak ténylegesen egyfajta beszélgetés arról, hogy a különböző társasjátékokban milyen érdekes vagy különleges mechanizmusokat találunk. Te mennyire keresed egyébként egy játékban a mechanizmust, vagy mennyire számít nálad az egy játék megvásárlásakor, hogy mondjuk végignézd a BGG adatlapon, hogy milyen mechanizmusokból tevődik össze? Szerintem ez nagyon típusfüggő, mármint játéktípus, mert azért egy Amerinél, ha megnézed, hogy van benne dice rolling, oké, az azért ezer dolgot jelenthet, hogy mit csinál az a konkrét dice rolling az Ameribe, de egy eurónál azért jobban megnézi szerintem az ember, vagy aki ezeket keresi, mert amikor kiírtad már nem is tudom melyik Facebook csoportba ezt a posztot, hogy kinek melyik a kedvenc mechanizmusa. Ott a társasjáték kedvelők csoportjában ez ugye nem régen jött létre. Így van, ott azért előjöttek olyanok, hogy olyan kommentek, amikből lehetett látni, hogy itt azért nagyon sok eurós beállítottságú ember van, aki keresi az adott kedvenc mechanizmusát az adott a játékban, még mielőtt megvenné, vagy egyáltalán feltűnik-e neki, hogy benne van. Úgyhogy szerintem ez nagyon attól függ, hogy milyen játékokat játszol, mit keresel, mert egy Ameribe én inkább a történetet, a sztorit keresem, az élményt, hangulat szempontjából, míg egy eurónál azért megnézem, hogy mik vannak benne. Nálam ez egyébként kicsit hasonló, nincs olyan mechanika, amire abszolút ugornék, hogy jaj, de jó, akkor mondjuk egy paklépítős mechanizmus, amit egyébként nagyon sokan írtak, és akkor mindenképpen kell és érdekel, de nyilván vannak olyan különböző mechanizmusok, amik esetén lehet, hogy jobban elkezd érdekelni a dolog, vagy lehet, hogy azt mondom, hogy hát biztos jó lesz ez? Számomra egyébként ez utóbbiba tartozik például a licitálás, ami nagyon ritkán tud jól működni két fővel, vagy nagyon különleges licitáló mechanizmusnak kell lenni hozzá, hogy jól működjön két fővel, és mivel mi nagyon sokat játszunk ketten is, ezért ez ilyenkor lényeges szempont például, hogy a licitálás az hogyan jelenik meg benne. De vannak olyan játékok egyébként, ahol az egy plusz motiváció arra, hogy kipróbáljam, vagy akarjak vele játszani, hogyha a kedvenc mechanizmusaimat tartalmazza. Ritka az egyébként, hogy mechanizmus miatt utasítsak el játékot. Tehát amit mondasz, az nálam is igaz. Hangulatilag, amit takar grafikailag, stílusilag, az lesz az első, ami alapján majd elkezdek rajta gondolkozni egyáltalán, és utána, amikor elmélyedek benne, akkor nézem meg a különböző mechanizmusokat. Meg itt azért közben jön az is, hogy nagyon sok játéknál van úgy felépítve egy már egyébként ismert mechanizmus, amire azt mondod, hogy ez teljesen más megközelítésből hozza az egészet, és lehet, hogy addig nem szeretted azt az adott mechanikát, onnantól kezdve meg elkezded szeretni, abban a formában, ahogy ott meg lett valósítva. Szóval én is úgy vagyok vele, hogy vannak kedvenceim, ezt majd nyilván a podcastnek a második felébe el fogjuk mondani, most nem akarok semmit előre lelőni, de amikre azt mondom, hogy kevésbé érdekel, vagy kevésbé szeretem, ott se zárom ki, mert lehet, hogy pont ez a játékhoz egy olyan megvalósítást, aminél viszont be fog jönni még az is. Így van, abszolút, és pont ezekre a különböző mechanizmus ötvözetekre szoktuk mostanában azt használni, hogy hibrid játékok, és egyre több hibrid játék jelenik meg a piacon, és egyébként nekem ez szimpatikus. Például legutóbb ugye játszottunk a Dune Imperiummal, amiben látszott, hogy a munkás lehelyezést összehozták egyfajta paklépítős mechanizmussal, és a kezünkből kártyák kijátszásával való munkás lehelyezéssel, tehát ilyen három fő mechanizmus összevegyítésével jött létre ez a játék, ami nálam annyira nagy különlegességet azért nem hozott így sem, vannak fenntartásaim a játékkal kapcsolatban, viszont óriásit menetel a BGG-n, nagyon-nagyon sokan értékelik nagyon pozitívra, különböző videókban, vagy blogokban, vagy pedig a BGG felületen, és hát szárnyal az a játék, és el tudom fogadni, hogy miért, tehát látom benne ezt a fajta hármas ötvözetet, és aki eleve szereti ezeket a mechanizmusokat, annál valószínűsíteni tudom, hogy,
hogy működőképes ez az alkotás. És egyre több ilyen játék van, ahol különböző mechanizmusok vannak vegyítve, és ezért pont az lesz a kérdés, hogy ezeknek a vegyítésével mi az a végeredmény, amit megkapunk. Ezért fontos, hogy csak önmagában játékmechanizmusból szerintem nem derül ki az, hogy egy játék jó lehet, vagy rossz lehet éppen. Fontos már most leszögezni, hogy nem műfajokról, hanem mechanizmusokról lesz szó. Tehát más dolog az, hogy azt mondjuk, hogy milyen típusba vagy műfajba tartoznak a játékok. Mi most sokkal metább szintre megyünk le, és a konkrét mechanizmusokat fogjuk vizsgálni. A BGG-n van erre egy külön oldal, egyébként a boardgamegeek.com/browse/boardgame-mechanikon elérhető, majd ezt linkelem a leírásban. Ott végignézhetitek az összes a Board Game Geek által felsorolt mechanizmust, bár fogunk róla beszélni, hogy egyrészt bizonyos értelemben talán túl tág, bizonyos értelemben pedig talán túl szűk ez a lista, nagyon nehéz jól belőni, és szerintem ez sem szabad egy amolyan mechanizmus bibliaként elfogadni, és akkor ami nincs itt, az nem lehet mechanizmus, ami itt van, az, annak pedig tökéletes mechanizmus meghatározásnak kell lennie, tehát ezt szabadon kell szerintem kezelni. Az itt lévő nagyjából 150-160 mechanizmusból, sőt lehet, hogy 170-180, azok közül én a legfontosabb, vagy legjobban körülírható 143 mechanizmust szeretném most nektek, igen, ez egy kicsit hosszabb folyamat lesz, szeretném most nektek végig sorolni, iszonyatosan villámgyorsan, ráadásul nem az eredeti angol szakszavával, hanem magyarra lefordítottam valamennyire. Akit érdekel, annak szintén a leírásban ott lesz a teljes lista, és meg tudja nézni, hogy melyik nek mi az eredeti angol neve, rá tud kattintani, és akkor a BGG-n el tudja olvasni, hogy ott egyébként milyen leírást tartozik hozzá. Úgyhogy szánkázzunk végig a mechanizmusokon. Mutogatós színészkedős Activity, akciódraftalás El Grande, akciópontos Pandemic, akciósoros Robinson Crusoe, akcióvisszaszerzős Century Fűszerút, akció illetve esemény alapú Twilight Struggle, egyedi vándorló előny Twilight Struggle, itt a Kína kártyára lehet például gondolni, szövetségkötős Dűne, területkontroll Twilight Imperium, mozgással területszerző Rebellion vagy Rizikó. A licitálásból 14 fajta van, én ezeket itt összevontam egyben, és azt írom ide, ahogy Power Grid, automatikus erőforrás szerzés, Agricola, fogadás blöffel, póker, bingo, vasútvonal, lapkijátszás csatakimenetel befolyásolására, War of the Ring, az élenálló visszatartása, Power Grid, láncalkotás figurák mozgatása nélkül, át a sivatagon vagy korkép, véletlenszerűen következő egység, 1805 Sea of Glory, utasítás kártyákkal, Battle Lore, korlátozott kommunikáció, The Crew, Hanabi, kapcsolatlétrehozás térképen ebből két fajta is van, Ticket to Ride Brass, szerződések, azaz egyéni részcélok, Viticulture, Marco Polo, kooperatív játék Pandemic, kockadobásból fakadó kritikus sikerek és kudarcok, X-Wing Armada, kockatorony, Shogun, Edge of Darkness, pakli összerakó, az LCG-k és CCG-k többsége például Android Netrunner, pakli kocka vagy zsáképítő, Dominion Orleán, következtetős, Mysterium, kisletetett jutalom, Dominion on Mars, kockadobás, Roll for the Galaxy, kockai kompárosító Memoir 44 Elder Sign, draftolás 7 csoda szagrada, visszaszámláló idő Escape Magic Maze, területelkerítő Go Escape Plan, játékvégi bónuszok Ticket to Ride, külső események Szellemek szigete Galaxis Roncs Derby, befejezést követő minijáték Mysterium Sanctum, pöckölős Kroki Nulle Flickemap, akciókövető San Juan, egységek szétválaszthatósága Sight Sekigahara, területlerakó Paliominós Patchwork, térképrácsom mozgás Homályrév, kézből kijátszott lapok Festáv, hexa típusú mezők Homályrév masterra formálása, titkos mozgás Letters from Whitechapel, titkos szerepek Battlestar Galactica Secret Hitler, titkos győzelmi pontok Macskák szigete, a legalacsonyabb érték pontozása Tigris és Eufrates, forró krumpli robbanó macskák, én felezek, te választasz, őrült Lajos királykastélya, bevétel Terra Mystica, a kínán választott elemek értékének növelése Terra Mystica és kaverna, játék megszakítások, közbelépések Magic the Gathering, befektetés Acquire Imperial, a Dom királya King of Tokyo Small World, erősebb szettek kijátszása Tisu, tartozékok egymásra pakolása és sorrendje Gloom, örökségjáték Pandemic Legacy, vonalrajzolás kartográfusok, lőtávolság és látómező Imperial Assault, kölcsönök Brass Loyang, körkihagyása Citadels, Mankala Finca Five Tribes, bővülő térkép Seventh Continent térkép átalakulás, Yedo Labirint, csökkenő térkép Elfeledett sziget, közös piac a Nyugati Királyság lovagjai, párosító Uno, mérés alapú mozgás Warhammer 40.000, Memória álmodj velem Hanabi, a csata végrehajtása kisebb térképen Axis and Allies,
moduláris tábla Nemesis Midnight, pakli végigjárása Onirim Ghost Stories, mozgáspontok odalent, mozgássablon X-Wing, több egység mozgatása egy akcióval Side Downforce, több különböző dologra egyszerre licitálás Keyflower Amunré, történet alapú döntés Holtaktele Arkham Horror, tárgyalás Nottingham bírája Rising Sun, hálózat és útvonalépítés Food Chain Magnet, játékonként egyszer használatos képességek Homai Rave Samurai, parancsjelölők Forbidden Stars, saját akciómezők Le Havre Trois, papír és ceruza Guns Shunk Lever, mint aki kirakás Azul, minta alapú mozgás Shock Onitama, minta felismerő Potion Explosion, szerkezetből tartozékok eltávolítása Jenga Villapaletti, fogd és szállítsd le, Clank peremvidék, az egységek együttesen alkotják a térképet Hive, játékos kiesés, Bang, játékos mint bíró, Bring Your Own Book, ponthálózaton mozgás Orlean Pandemic, fogajdilemma Diplomacy, programozott mozgás Roborally Max vs. Minions, a szerencse kitolása avagy Push Your Luck Kuruzsluk Kvedlinburgban, versenyes csáv utolsó mezőjéért Isztambul Formula D, véletlenszerű termelés Dice Forge eredménytáblázat alapján, GMT játékok többsége például Advanced Squad Leader, kocka újradobás és zárolás Elder Sign, valós idejű Escape Captain Sonar, erőforrás alapú mozgás Lewis and Clark, kőpapirolló Arboretum The Green Forest, szerepjáték plüssmesék Mansions of Madness, dobsz és lépsz Szia, tevére fel, Rondella, Shipyard Finka, kampány vagy küldetés alapú játék Imperial Assault Marvel Champions, titkos egység lehelyezős Android Netrunner Sekigahara, félkooperatív játék Aranyások Dead of Winter, szedgyűjtögetős Pandemic 7 csoda, szimulációs Twilight Struggle X-Wing, szimultán akcióválasztás Homai Rave, egyetlen vesztes Csótány Póker, elem eltolós Hive Ulm, szólójáték Anachroni, gyorsasági párosító Jungle Speed, négyzettípusú mezők Five Tribes, egymásra pakolós Genkart, értékellenőrző végrehajtás Eldritch Horror, ellenfél elfogása Shock Abalon, részvényes Imperial, történetmesélős Tainted Grail Time Stories, hirtelen halál dicsőség Rómának, ezt kapt ki hátba támadós Dominant Species, nyomokkal egymás segítése Dixit, csapatalapú játék Rebellion War of the Ring, fejlesztési fa Exodus, háromdimenziós mozgás Santorini, lapkalerakó Carcasson, időalapú sáv Patchwork Téba, sávon mozgás Parks, kereskedés egymással peremvidék Holtaktele, árulós Battlestar Galactica, ütésvívős The Crew Wizard, sávos húzavona 7 csoda párbaj, körsorrend befolyásoló, ebből van hétféle is, Puerto Rico, változó fázis sorrend, Race for the Galaxy, játékosonként változó képességek, Szellemek szigete Nemesis, változó előkészület Everdell, győzelmi pont mint erőforrás Terra Mystica, szavazás Avalon Secret Hitler, munkás lehelyezés Agricola Everdell, kocka lehelyezés munkásként Troa, Alien Frontiers, és most veszek egy nagy levegőt, ez volt 143 darab mechanizmusnak a gyors végigsorolása egy-egy példával, hát azt hiszem ez is jól mutatja, hogy milyen sokféle mechanizmus van. Én két dolgot szeretnék így ennek a végére tenni, hogy megemlíteni. Egyrészt számoltam, kétszer vettél levegőt, másrészt pedig, aki úgy gondolja, az szerintem ezt a listát arra is használhatja, hogy a gyereket elaltassa. Yeah. De viccelek. A lényeg, hogy valamire használható. Így van. Hát nehéz volt követni, de szerintem aki tudja, az majd ilyen memorizáláshoz igénybe veszi ezt a listát. Jól összeszedted. Ez főleg azért fontos, mert sokan csak 3-4-5 mechanizmusban gondolkoznak, esetleg 10-15-ben is. Nagyon sok olyan mechanizmus van, ami egyébként eszünkbe sem jutna, és ebből a hosszú listából talán jól látszik tényleg az, hogy mennyire sokszínű is ez az egész, még hogyha vannak is azért a mechanizmusok közötti átfedések. Na, de hogy ezen a listán túl vagyunk, nézzük akkor a saját top 5-ünket ebből a listából, visszafele sorrendben fogunk menni, úgyhogy kezdjük is az ötödik helyezettel, mindig arra kérlek majd Peti, hogy te legyél az első, aki ismerteted a saját aktuális mechanizmust, és akkor arról fogunk egy picit mindig beszélgetni. Ja, akkor kezdem az ötödikkel, de mielőtt kezdeném az ötödikkel, úgy érzem, hogy meg kell említenem a listára pont fel nem férőket, csak így átfutólag, vagy futólag. Az egyik a Rota Rondell, vagy Rondella, ezt több néven is említik, főleg magyarba. Ez is eszembe jutott, amikor az ötöt kerestem. Aztán végül nem került fel, de mondom, megemlítem, hogy van ez a Rondella. Ez ugye egy ilyen tortaszeletekre osztott akciókör igazából, és ami miatt megkedveltem, az egy olyan játék, ami szintén csak kevésbé ismert itthon, az a Crusaders. Time Will Be Done, hogyha teljes címét akarjuk mondani, mert ugye van a rota rendszer, amit már használtak például a Navegadorba. Az egy tipikus rondella rendszer, hogy X-et léphetsz előre, ott azt hiszem 3-at léphetsz előre a rotán,
talán átugorhatsz másokat, vagy nem ugorhatsz át másokat, azt már nem emlékszem rá, de a Crusaders hozta azt, hogy fogja ezt a rotát, és több akciójelzőre osztja fel. És haladhatsz előre, haladhatsz visszafele, ez már ilyen variable player powers benne, hogy ki mire képes, de te osztod el azt az X számú, mondjuk 15 darab akciójelzőt, és a rotának a különböző tortaszeletei vagy akciói azzal lesznek erősítve, hogy hány darab jelzőt teszel rájuk. Úgyhogy egy nagyon érdekes rendszert hozott be. Ez a játék egyébként minden más szempontból egy átlagos játék, de ez a része szerintem remekül sikerült benne. Úgyhogy többek között a rotát ezért említeném meg, aztán ott van a tablóépítés, ami szerintem egy tökéletes mechanizmus arra, hogyha valaki az egyébként ebben a csoportban már kivesézett engine buildinget akarja behozni a játékába. Ugye erről is volt szó, hogy ez mennyire számít mechanikának, vagy mennyire nem, amiben most nem megyek bele, de a lényeg az, hogy szerintem a tablóépítés egy tökéletes alapmechanizmus ahhoz, hogy valaki egy engine building játékot hozzon létre. Viszont egyébként a tablóépítés önmagában sem mechanizmus, már hogyha ezt a hosszú listát nézzük, mert itt nem volt benne ilyen. Igen, ez a másik érdekesség. Tehát amit te is mondtál, hogy mennyire kezeljük rugalmasan ezt a listát. Mert a tablóépítést is le lehet bontani különböző dolgokra. Az ötödik helyezettem, csak hogy hű legyek magamhoz, az a draft. És egész egyszerűen azért, mert... Mert ez a neve a csatornának. Reklámhelye. Másrészt pedig azért, mert egy nagyon egyszerű rendszer ahhoz, hogy csökkentsük egyrészt a szerencse szerepét, a kártyahúzás helyett van ugye a draft igazából, másrészt pedig erősíti a játékosok közti interakciót. Ebbe bele lehet kötni, hogy mennyire és milyen úton, módon erősíti, mert ugye ott a hét drafting kifejezés, ami arra utal, hogy csak azért veszek el valamit, hogy a másik ne jusson hozzá, ez is benne van, de ezzel együtt például a hét csodában, a szép új világban, a marsban mind benne van ez a mechanizmus, és jó, hogy benne van, nem csak a szerencse szerepe miatt, hanem azért is, mert ad egy plusz kört a játékba, amit én személy szerint nagyon élvezek, hogy magadnak válogatod le a kártyákat, és egy sokkal nagyobb merítésből tudsz választani, mintha csak simán húznál a pakliból. Akkor én is bevallok két olyan mechanizmust, ami nagyon gondolkoztam, hogy felkerüljön, de végül nem került föl, és lehet, hogyha egy másik napon ébredek, akkor meg felkerült volna. Az egyik ezek közül a draft, mert az ilyen top 7-es volt, a másik pedig, amit az előbb már te is említettél más kapcsán, az a variable player powers, tehát ez a játékosonként változó képességek, ez a kettő az, ami nálam nem fért fel a listára. A drafttal kapcsolatban én nagyon imádom azt, hogy egyrészt egyszerre történik, tehát a játék időt spórol meg, nincsen holt idő. Nyilván a leghosszabbul választót meg be kell várnia mindenkinek, de mégis egyszerre gondolkozunk, és azt én nagyon-nagyon szeretem. Illetve az is, amit mondasz, hogy nagyobb merítésből tudunk válogatni. De én érdekes módon nem a társas játékoknak a draft rendszerét tartom a legjobbnak ilyen szempontból, hanem a fantasy játékoknak, illetve az amerikai focinak a fantasy rendszerét, amikor van egy megadott játékos keret, beosztjuk a sorrendet, és oda majd vissza draftolunk. Tehát a legelső játékos az kivesz egyet a közösből, aztán a második a következőt, a harmadik a következőt is így tovább, és mondjuk a nyolcadik, az már csak a nyolcadikhoz jut hozzá, viszont visszafele sorrendben draftol a közösből, és ő lesz a kilencedik játékos is egyben, és ez kellően megbolondítja kicsit ezt az egész választósdit, és nagyon élvezem mindig figyelni egyébként amerikai fociban azt is, amikor nem elég, hogy ez a rendszer van benne, de még lehet trédelni is egymással a draft helyeket. És megvan annak a lehetősége, hogy nekem annyira kell valaki előbbről, hogy felajánlok neked dolgokat cserébe, hogy cseréljünk mondjuk pozíciót, vagy átad nekem a te pozíciódat. És ez tök jó, mert olyan jellegű interakciót ad az egésznek, amitől nagyon izgalmassá válik. Na ez érdekes, amit most mondtam, mert igazából, ha belegondolsz, ez, hogy változik a kezdőjátékos sorrendje, ez benne van játékokban is, mint mechanika, ott a nagy feszültség, hogy ha elő vagy mondjuk a licitbe, amikor erőművekre licitálunk, akkor a végén leszel, amikor erőforrásokra licitálunk. Tehát ez az oda-vissza működő rendszer, ez ott is benne van, és jól működik ott is, úgyhogy itt már megint az van, hogy behoztad azt, hogy egy draft rendszer van az amerikai fociba is, de az is már igazából több mechanikából áll össze. Nálam a top 5-ös az végül a hálózat és útvonalépítés lett.
nem tudom megmondani miért, mert amikor nem gondolkoztam már a nézősokban, soha nem tettem ezt olyan nagyon magasra, de mégis, ami úgy mégis játék közben nagyon be tud vonzani, hogy azt érzem, hogy bővülök, és akkor oda is teszek egy kis városkát, vagy egy kis tartozékot, oda is teszek egy saját jelölőt, és azt veszem észre, akár akkor maradjunk itt a nagy feszültségnél, hogy egyre nagyobb lesz a saját hálózatom, vagy egyre hosszabb útvonalam van, mondjuk akár egy egyszerű családi játékban, a Ticket to Ride-ban, és önmagában ez pozitív érzéseket ad. Hogy azt érzem, hogy amit csinálok, azáltal nagyobbá, többé válok a játékban, és ránézek az elején a térképre, vagy a kis saját tablómra, és ránézek a végén, és azt látom, hogy történt valami. Hogy csináltam valamit, alkottam valamit, nyilván a játék adta keretek között, és képítettem egy saját hálózatot, képítettem egy saját útvonalat, akár mondjuk a vasútvonal játékban, és függetlenül attól, hogy ki nyeri végül a játékot, már ez önmagában ad egyfajta pozitív megerősítést, egy megelégedettségérzetet. Egyébként visszakanyarodva egy picit az Engine Builderre, ott is valami ilyesmit érezhetnek szerintem a játékosok, vagy érzünk, amikor játszunk, hogy beindítjuk a saját kis motorunkat, és a végére azt érezzük, hogy na, ebből alakult valami. Igen, abszolút, és nagyon érdekes egyébként, mert hogyha a hálózatépítés vagy útvonalépítés mechanikát kéne nézni, akkor én is azt mondanám, hogy ugyan az 5-be nem fért be, de a 10-be ott van nálam, és kezdőkoromban én azért visszajogtam ettől a mechanikától, mert nagyon sok vasutas játék használja. És egyszerűen nem szerettem a vasutas játékokat, és így jön az ki, hogy igen, ha téma alapján választasz, akkor lehet, hogy lemaradsz jó dolgokról, mert egyébként, amit te is elmondtál, az teljesen igaz, ez egy nagyszerű mechanika önmagába. Pont emiatt, mert megvan az a folyamatos épülés érzésed közben. Na, mi a negyedik mechanizmusod? A negyedik az, hogyha a mechanizmus kéne megnevezni, akkor azt mondom, hogy worker placement with dice workers. Nem a legjobb leírása ennek, mert igazából azt mondtam volna, hogy kocka management, amiben több minden belefér, de ugye megint nem egy mechanizmus az, hogy kocka menedzselés, hanem ez a hivatalos leírás a BGG-n. Itt ugye lehet gondolni a Marco Polo-ra, Lorenzo-ra, Castles of Burgundy-re, Troa-ra, és még lehetne sorolni. Én mondanék ide egy klasszikust, ami számomra mindig, hogyha erre a mechanizmusra gondolok, ez a játék, de szembe Alien Frontiers. Például, igen. De igazából, ha belegondolunk, például ott a pulzár, amiben szintén megvan ez, hogy leteszed magát a kockát bizonyos lapka aktiváláskor, meg ilyeneknél, viszont a pulzár nálam inkább a kocka draftról szól. Tehát azért mondom, hogy kocka management, hogy van ez a random faktor, hogy kidobunk egy rakás kockát, és ugye ezt szokták mondani, vagy hát hallottam már ezt a szállóigét, hogy mi különbözteti meg az eurót az ameritől, hogy az euróba, illetve az ameribe döntesz, és utána kockával dobsz. Tehát utána gyakorlatilag az, hogy jól döntöttél-e, a szerencse fogja meghatározni. Míg az eurónál fordítva van, dobsz a kockákkal, és utána döntesz, hogy mit csinálsz velük. És engem ez vonz ebbe, hogy itt a random faktor, ott a szerencse, dobjál valamit, és utána próbáld meg úgy alakítani ezeket a dobásokat vagy értékeket, hogy a céljaidnak a lehető legjobban legyen felhasználva, vagy a lehető legjobban tudj vele gazdálkodni, mint egyfajta erőforrással, és itt most megemlítem például a Rages of the Ganges-t, ezt a kimondhatatlan nevű játékot. Ott például a kocka egy erőforrás. Használhatjuk a színét, használhatjuk az értékét, de nem mondanám azt, hogy beleillik ebbe a leírásba, hogy mintha egyfajta munkás lenne, mert ugyan aktiválhatunk vele dolgokat, de inkább fizetünk vele, hogyha lehet ilyen szempontból is nézni. Úgyhogy nálam a negyedik, hogyha ezt így le kéne írni mechanizmusba, akkor ezt mondanám, hogy munkás lehelyezés kockákkal, viszont inkább úgy fogalmazok, hogy a kocka management, mint olyan, a negyedik helyen van nálam. Számomra a negyedik a listán korlátozott kommunikációs vagy a zárt kommunikációs játékok, ahol a játék megnyeréséhez lényeges elem és megkerülhetetlen elem az, hogy a játékosok között kell, hogy legyen kommunikáció, viszont nem mondhatsz bármit és akármit és akármikor. Vannak játékok, amik szerintem ezt nem a lehető legjobban teszik meg, de mégis beletartoznak ebbe a műfaji megkötésbe. Ilyen szerintem a Homair Eve, ahol számomra nem annyira fért bele a játék univerzumába, vagy típusába az, hogy
beszélünk is alapokról, meg nem is, hogy most milyen értékben játsszuk ki. Viszont pozitív példaként hoznám a The Crew-t, ahol ugye csak bizonyos segítséget adhatunk egymásnak, körönként egyet. Ide hoznám a fedőneveket, ahol szintén elég zárt az a fajta kommunikáció, amit a megfejtő, vagy hát a kódot ismerő a játékos társainak üzen. De ide hoznám a csak egyet is, ahol van ugye egy központi szó, és akkor ahhoz egyetlen egy hasonló, akár szinonima szót leírva próbálunk segíteni a kitalálónak. Ide tenném a misztériumot, az egyik kedvenc játékomat, a Hanabit, de ide tartozhat a Magic Maze, ahol ugye egymás elé tesszük, fogjuk azt a nagy piros, vagy nem is tudom már milyen színű óriás bábút, és hogyha úgy gondoljuk, hogy valakinek lépnie kéne valamit, akkor ott előtte az asztalon kopogtatjuk, hogy gyerünk, te jössz. Ide tenném a Grizzledot, sőt a The Mindot is, tehát nem nagyon kommunikálhatunk benne, nagyon zárt a kommunikáció. A játékosok közötti együttműködést növelik, miközben nincs benne mondjuk az a lehetőség, hogy alfa játékos legyen, vagy hogy megbeszéljük, és mindenkinek egy picit vissza kell fognia magát, hogy igenis, én most nem reagálhatok arra a Hanabiba, hogy valaki rámutatott arra a lapomra, mert ebből nekem már minden egyértelmű, tudom az összes többi játékosnak is a lapját, és már összeállt a fejembe, hogy hogy kell kijátszani, de az még nem biztos, hogy elegendő, azelőtt még a többieknek is olyan információt kell mondani, hogy ő nekik is egyértelmű legyen, és szerintem ez egy nagyon intelligens mechanizmus, hogyha jól van használva. Igen, és talán ez a lényeg, hogy jól legyen használva. Egyébként egyetértek veled, pont a The Crew példa miatt, mert bár nem vagyok egy nagy parti játékos, de az ilyen játékokat én is tudom élvezni, pont ezért, mert például ott is egy kooperatív játék, így van kiküszöbölve az alfajátékos szerepe benne, hogy kész. Nem mondhatja meg az alfajátékos, hogy mit csináljon a csapat, mert nem is szólalhat meg. Nálam a harmadik, az egy olyan, amit már te kizártál az elején, az ötből, az a Variable Player Powers. És egész egyszerűen azért, mert tudom, hogy nagyon sok embernél, főleg eurósoknál kiveri a biztosítékot, hogyha nem ugyanolyan esélyekkel indul mindenki neki a játéknak, és egy picit is azt lehet érezni, hogy hú, a te karaktered sokkal erősebb, vagy a te frakciód sokkal másabb. Miközben azt mondom én, hogy persze itt lehetnek balansz problémák, előfordulhat az, hogy egy-egy karakter, egy-egy frakció erősebbnek érződik a többinél, vagy az adott helyzetben, de nálam mindig kiderült az, hogy egy jól balanszolt, jól kitesztelt játéknál, még ha van is minimális eltérés, az nem tudja befolyásolni a végeredményt annyira, hogy jelentőséget, különösebben nagyobb jelentőséget kellene neki tulajdonítani. És itt például a Marco Polo-ra utalok, ahol igen, a karakterek között van különbség, mert az egyik másik erősebbnek vagy gyengébbnek hathat a többinél. Mégis azt mondom, hogy ha jól van összerakva a stratégiád, és ha jól használod az adott karaktert, és már a játék elején átlátod azt, hogy miért őt választottam, mit akarok vele kezdeni, akkor még egy gyengébbnek ható karakter is simán hozhatja az adott játékot. És nekem ez tetszik benne, vagy ott van például az aszimmetria királya a Root, amiről már volt szó. Tudtam, hogy ezt fel fogod hozni. Így van, de például a kóp játékoknál is szerintem ez egy nagyon jó csemege vagy fűszer, hogy például belegondolsz a pandemiknél, mindenki más tud csinálni. Hogyha mindenki ugyanazt tudná csinálni, akkor unalmas lenne a játék, akkor nem lenne értelme együtt dolgozni, akkor csak leosztanánk az Excel táblába a feladatokat, hogy jó, te arra mész, én meg erre is kész, nincs mit megbeszélni. Miközben ez a Variable Player Powers, ez hozza ezt, hogy akkor ott a Tiltott Sivatag, Pandemic és az összes többi olyan kooperatív játék, amiben ez szerepet kap, hogy miért kell együtt dolgoznunk, mert szükségünk van a másikra. Mert olyat tud csinálni, amit én nem tudok csinálni. Úgyhogy én ezért szeretem ezt a mechanizmust, mert egyrészt kópoknál nagyon össze tudja kovácsolni a társaságot, egyébként pedig versenyhangulatú játékoknál, kompetitív játékoknál meg ad egy olyan újrajátszhatósági faktort is többek közt a játéknak, hogy jó, most ezt kipróbáltam, tetszett, lehet, hogy teszek még az adott karakterbe, frakcióba 2-3 játékot, aztán megnézem, hogy milyen egy másikkal. Kipróbálom azzal is, hogy mit tud többet, mit ad hozzá a játékomhoz, mivel vagyok jobb azzal az adott karakterrel, vagy bármivel. Úgyhogy nálam ez egy alapvetően hívó szó egy játékba, persze ki kell tesztelni, ott a korkép,
aminek ez a negatív példája, hogy sikerült úgy piacra dobni, hogy nem tesztelték ki a frakciókat, és olyan balansz problémákkal jelent meg, hogy hetekkel a megjelenés, vagy hónapokkal a megjelenése után már javító csomag érkezett hozzá, de hogyha egyébként ki van tesztelve, akkor én nagyon szeretem ezt a mechanizmust. Kulcsa az egésznek szerintem elsődlegesen az, amit mondtál, hogy újrajátszhatóságot növeli. Nagyon-nagyon sokszor előfordult a következő jelenet nálunk a társasjáték alkalmak után, amikor befejeztünk egy-egy játékot és kezdtünk elpakolni. Elkezdtük nézegetni a többi frakciót. Ú, de király! Ú, ezt nézd! Hú, legközelebb ezzel leszek! Ú, hogyha ezt a képességet tudtam volna, hogy van és használom, akkor mennyivel másabb lett volna a játékom. És elkezdünk kattogni rajta, hogy mennyire különlegesek a különböző kasztok, képességek, szerepek, és így tovább. És elkezd érdekelni minket, hogy azzal milyen ugyanez a játék. Főleg, hogyha az a játék már az első játék alkalom után is élvezetes és izgalmas volt. Úgyhogy az újrajátszhatóságot nagyon-nagyon megnöveli, és szerintem a játék során is változatosabbá teszi az egész játékot. Nem ugyanazt csináljuk ugyanúgy, és akkor valami lesz, hanem valami kis apróságot beletesz, ami miatt másra kell koncentrálni, másra kell fókuszálni. Ezt egyébként korábbi játékok, vagy más típusú játékok sok esetben például a játékvégi titkos célkártyákkal segítik, hogy nem adnak neked más képességet, viszont adnak neked más célt, amit hogyha követsz, akkor egy bizonyos stratégia felé tol téged a játék, és a különböző stratégia lesz a változatosság a játékban, de szerintem ezeknél is jobb és érdekesebb ez a változó játékos képességek. Egyébként pont ezért mondom azt, vagy szoktam azt mondani, hogy Marco Polo-ba azért kellenek a karakterek, mert olyan vélemény is volt már, hogy ezek utólag lettek beletéve, lehet, hogy csak a divat kedvéért, de ha belegondolsz egy célkártyát, amikor felhúzol az elején, vagy célkártya párost választasz a játék elején, ha nincsenek a karakterek, akkor egész egyszerűen lehet, hogy pekhes vagy, és olyan célkártyákat kapsz, amit azt mondod, hogy oda a büdös életben nem jutok el. És ez egészíti ki. Ez tudja azt mondani, hogy igen, én most azért vettem fel Szumátrát, egyébként marha drága elutazni Szumátrába, de ezzel a karakterrel, aki egyébként lehet, hogy gyengébbnek tűnik, mint a többi, nagyon sokkal hamarabb oda tudunk jutni, sokkal hamarabb tudom teljesíteni a célomat, és az engine-emet felépíteni útközben. Úgyhogy én abszolút kiállok emellett a mechanizmus mellett, mert nem csak ezek miatt, hanem azért is, mert van, aki lehet, hogy nem feltétlenül találja meg a számítását az összes létező frakcióban, mondjuk a Root esetében, mert azt mondja, hogy neki a sasok túl agresszívek, túlságosan is gőzhenger módjára kéne gondolkodnia és előre haladni velük. Neki sokkal jobban illik a személyiségéhez, a játékstílusához az, hogy ott a kis kósza, és megy és fedezget fel romokat, néha ide-oda piszkál, beszélget a többiekkel, elhoz egy-két tárgyat a többiektől, szövetkezik velük, és azt mondja, hogy nem is próbálok ki mindent a Rootba, mert nekem ez a karakter sokkal jobban bejött is, így, hogy ez van, ez létezik, ez az opció, én is be tudok csatlakozni egy olyan játékba, amiben egyébként nem biztos, hogy részt vettem volna. Ez már egyébként egy kicsit átirányít minket az aszimmetrikus játékstílusba, ami egyébként szintén érdekes, nincs a mechanizmusok között. Nincs ilyen mechanizmus, hogy aszimmetrikus játék. De ez csak egy kikacsintás volt, jöjjön az én harmadik helyezettem, az pedig nem más, mint a titkos szerepek. Amikor a játékot elkezditek, hátránya nagyon, hogy az első játék az kicsit macera. Kell adni neki több kört, hogy mindenki tisztába kerüljön azzal, hogy a saját és a többiek titkos szerepei mire képesek, hogyan befolyásolják a játékot, viszont hogyha ez megtörtént, és mindenki 100%-osan maga biztosan tudja, hogy milyen szerepek vannak, azok hogyan működnek, akkor olyan mélységet kölcsönöz a játéknak, olyan izgalomfaktort kölcsönöz a játéknak, ami nálam nagyon magas, amikor nézek egy új játékot, és látom, hogy vannak benne titkos szerepek, akkor egyből ráugrok, és nézem, hogy na, akkor ez hogy is működik. És nyilván itt is vannak olyanok, amik kevésbé jól funkcionálnak, de bizonyos játékokban pont ez lesz az a plusz íz, ami miatt érdekessé, feszülté válik. Ilyen egyébként a Nemezis, ahol
a játékosok között mindenkinek van valamilyen titkos szerepe, vagy lehet titkos szerepe. Ilyen a Legendary Encounters, az Alien játék, vagy ilyen a Battlestar Galactica, ahol mindenki kap majd a játék során titkos szerepet. Ilyenek azok a játékok, ahol a játék elején osztunk ki egy bizonyos titkos szerepet, például Secret Hitler, vagy Resistance, vagy Coop, vagy One Night Ultimate Werewolf, ahol az elején kapunk meg egy-egy szerepet, és annak megfelelően cselekszünk, de akár ide lehet hozni egy klasszikusabb példát is, a Benget, ahol szintén valakiről kiderül, hogy ő a sheriff, és a többiekről nem tudjuk, hogy ki kicsoda, és akkor ez alapján kell valamit csinálni, vagy egy 2004-es játékot is hozva, az Aranyásók, ahol meg a különböző csapatba tartozunk, és majd ez alapján eldől, hogy milyen célunk van, és úgy kell játszanunk, hogy akik velünk egy csapatban vannak, akár a Secret Hitlerre is igaz ez, azok tudják, hogy igen, én veled vagyok, haver, engem majd így együtt csináljuk a dolgokat, de közben a másik csapat meg ne vegye észre, hogy ellenük dolgozol, és ez szerintem egy baromi humanizmus. Ez viszont szerintem egy olyan mechanika, ami okot ad arra, hogy aki sértődékenyebb, az meg tud rajta sértődni, vagy össze tudnak veszni a játékosok, és itt ez már megint egy más témakör, hogy mennyire kell ezeket ilyen komolyan venni. Mert szerintem ez például a parti játékokban zseniálisan tud működni, de olyan hosszabb lélegzetvételű játékoknál is, mint a BSG, vagy a New Angels, azoknál is, mert ha jól emlékszem, az utóbbiba is van, azoknál is nagyon jól tud működni, amit te is mondtál, hogy ad egy olyan ízt a játéknak, amit máskor nem igazán kapsz meg. Ez az alapfeszültség, hogy folyamatosan ott van benned, hogy ki mit csinálhat neki, azt miért csinálta, miért akarja azt oda tenni. Úgyhogy egyetértek ebben is. Nekem nem került be a top 5-be, de nálam is előkelő helyen van, bár nagyon társaságfüggőnek tartom. Ezzel egyetértek, nagyon társaságfüggő, és bár meg lehet rajta sértődni, de ugyanúgy akár egy hálózat vagy útvonalépítésen is, gondoljunk mondjuk csak a Ticket to Ride-ra, hogy valaki látja, hogy honnan, hova megyünk, és akkor direkt oda betesz egy útvonalat, ami neki nem is kell, csak azért ott elfoglalja, hogy azzal korlátozzon. A titkos szerepes játékoknak egyébként megvan az a nagyon pozitív tulajdonsága még szerintem, hogy szintén kiveszi az alfa játékost a játékból, hiszen lehet, hogy valaki nagyon mondja, hogy mit kellene csinálni, vagy mit csináljunk, de ott van mindig az emberben a kis ördög, hogy de mi van, hogyha ő az áruló, vagy ő a másik csapatban játszik, nem biztos, hogy hallgatni kéne rá, de hogyha meg nem azt csinálom, amit ő mond, és a többiek azt gondolják, hogy ő a jó fej, és azért akar segíteni, akkor meg én leszek a gyanús, hogy miért nem azt csinálom, ami a logikusnak tűnik. És ez ad neki egy ilyen plusz dolgot, hogy bár kooperatívan játszunk, de mégis megvan benne az esély, hogy nem szabad követned a többiek útmutatásait, és te gondold végig is, majd a szerint mész. Amire egyébként még, hát nem azt mondom, hogy jó, de amire használható játék, hogy, vagy játék típus, mechanizmus, hogy egyébként iszonyatosan megtanít hazudni. De az a játék, ahol leülsz, és az elején nem tudod, hogy mi van, és amit mondasz is, ebben van a sértődés, hogy valaki hirtelen bejelenti, hogy hát igen, én vagyok az áruló, hehehe, és akkor így fogjuk a fejünket, hogy de hogy lehetett, hát nem is vettük észre rajtad. Még vannak nyilván olyan játékosok, akiknek ez sokkal nehezebb, és látszik, hogy dülöngél a széken, rágja a körmét, izzad, nehezebben mondja ki a mondatokat, és akkor gondolkozunk, hogy ez most mi meg hogy. Aki már tapasztaltabb, az ezt egyébként meg tudja játszani. Meg van ilyen játékostársunk is, aki az első 10-20 ilyen játékban így viselkedett, és láttuk rajta, hogy hát akkor ott igazából ő lesz az egyik hunyó, és utána erre rájött, és már képes rájátszani, és ugyanazt csinálja, de már nem biztos, hogy ő a hunyó. Úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon jó kis játékmód ez. Na de menjünk rá a top 2-re. Egyébként valamennyire kapcsolódok is ide, az én második helyezettem, mert ez sem egy mechanizmus, inkább egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazok, egy mechanizmus csokor, vagy egy olyan kifejezés, ami nagyon sok mechanizmusra ráhúzható. Én itt azt mondanám, hogy a tabletopot kiváltó mechanizmusok. Itt lehet a negotiation, alliances, trade voting, ezek mind olyan mechanizmusok külön-külön, amik elősegítik azt, hogy beszélgessünk az asztal felett, és ezt rá lehet húzni egyébként partijátékokra is, mert nagyon sok partijáték működik így. Például ezek a titkos szerepes játékok is tudnak így működni, hogy ugye ott is beszélni kell, vagy azért, hogy eltereld magadról a gyanút, vagy hogy rátereld másra,
de nekem maga ez, hogy beszélgetünk egy adott játék felett, főleg, hogyha ez a játék nagyobb volumenű, ez nagyon közel áll a szívemhez. Például, hogyha emlékszel a dűnés játékalkalmunkra, ugye TTS-en játszottuk, még a 2019-es verziót, na most, ha az asztalnál játszottuk volna, szerintem az még jobban kijön, ez a politikai jellege a játéknak, hogy ki kivel szövetkezik, mit ajánlasz, miért jó velem szövetkezni, miért ne vele szövetkezz. Ugyanez kijön például a Twilight Imperium 4-nél is, vagy a, hogy egy klasszikus mondjuk a Diplomacy, és ugyanígy működik, hogy muszáj beszélned a többiekkel. És ennek megvan az a negatív hatása, hogy ha nem tud dönteni valaki két vagy több opció közül, akkor elhúzódhat a játék. Tehát ez akár egy éjszakában nyúló játék is lehet, hogy megbeszéljük. Például a Twilight Imperium 4-nél, amikor meg kell szavazni a különböző törvényeket a fordulók végén, hogy akkor most mit hozzunk be, kit büntessünk azzal, mert nyilván őt jobban fogja ez érinteni ez a korlátozás, mint engem, és akkor ott is van egy ilyen politikai irányzat benne. De összességében véve az, hogy nem csak bábukat tologatunk a játék térképen, vagy az asztalon, nem csak nyersanyagokat pakolgatunk jobbra-balra, és nem az van, mint a legtöbb eurónál, hogy két ujjal fogod a halántékodat, és megpróbálod a lehető legpontosabban kimatekozni, hogy mit akarsz csinálni, mit, hova fogsz, hogy fogsz beváltani, hanem egy élet is zajlik a játéktérnél. Ez nekem alapvetően nagyon vonzó, úgyhogy ezért mondom azt, hogy nem egy konkrét mechanizmust emelek ki, hanem inkább egy ilyen mechanizmus csokrot, ami ezt elősegíti, és ebbe egyébként a titkos szerepek is beleillik szerintem ilyen szempontból. Abszolút. Hát ez igazából talán itt a mechanizmusok közül a negotiation-t tudja lefedni leginkább, de értem, hogy miért kerültél ki abból a burokból, és egy sokkal tágabb fogalomba próbáltad ezt belehozni. Tehát van egy olyan fajta interakció játékosok között, ami közös megegyezésen alapuló, vagy beszélgetések, szövetségkötéseken alapuló, de a játék rendszerén belül maradó dolog. Szuper. Uh-huh. Az enyém, az egy picit hazabeszélek, mert a, hát remélhetőleg egy-két hónapon belül már találkozni fogtok vele, egy-kétszer már elejtettem így zárójelesen a témát, hogy hamarosan megjelenik majd az első saját játékom is Kickstarteren, az is egy ilyen mechanizmust tartalmaz, ez pedig a szimultán akcióválasztás, amit én iszonyatosan nagyra tudok becsülni egy játékban. Szerintem nem olyan egyszerű létrehozni ilyen rendszereket, mert fontos, hogy amikor szimultán választunk akciót, vagy szimultán játszunk ki valamit, akkor tudatában legyünk annak, hogy a másik milyen lehetőségekkel rendelkezik. Hogyha ezzel nincs meg, és mondjuk a gyerekkorunknak a klasszikus játékát tudom felhozni, ahol ez nincs meg, az az autós kártyajáték. Amikor csak kijátszol egy lapot megint is, de igazából legfeljebb azt tudjuk, hogy melyik a legerősebb autó, vagy a leggyorsabb autó a pakliban, de hogy a másiknak milyen van, az teljesen random, tehát ott ez nem működik jól például, de amikor mondjuk egy dűnéről beszélünk, hogyha már az előbb ezt hoztad fel, ott is, amikor van egy csata, akkor nagyjából sejthetem azt, hogy milyen típusú lapokkal rendelkezhet a másik, illetve milyen vezérekkel rendelkezhet a másik, és hogy látom, hogy mennyi egysége van a táblán, mennyit akarhat belőle feláldozni, tehát van egy olyan számolási lehetőségem, hogy ha le akarom győzni, akkor minimum mennyit érdemes vagy kell benne raknom. Aztán persze lehet, hogy ezt felülírja majd akciókártya, vagy valami olyan dolog, amire nem számítottam, de alapvetően ez számolható dolog. És nagyon szeretem az olyan szimultán akcióválasztós játékokat, ahol néhány dolog közül tud választani az ellenfél is, és én is, és egyszerre játszunk ki kártyát például, és azt összehasonlítjuk, és az alapján dől el, hogy akkor hova tovább, merre megyünk. Ide tartozik egyébként egy picit, bár az nem akcióválasztás, de szimultán, amikor úgy licitálunk, hogy beletesszük a kezünkbe a kellő összeget, ökölbe szorítjuk, középre tesszük, és egyszerre fedjük fel, és aki a legtöbbet licitálta, az ilyen jutalom. Azért szeretem még ezt nagyon, mert egyszerre zajlik, és miközben a saját akciómon gondolkozok, gondolkoznom kell a többiek fejével. Ők vajon mit akarnak majd csinálni? Egyszerre kell a saját dolgomat is erősítenem, de egyszerre kell úgy is gondolkozzak, hogy mivel tudok a másiknak egy pici hátrányt okozni. Ilyen szempontból van egy kicsi
összefüggés e között és a draftolás között, hogy ott is végig kell gondolnom, hogy oké, hogy ezt kiveszem magamnak, de a többit továbbadom, és azzal lehet, hogy óriási előnybe hozom a másikat. Igen. Én ez nem fűzök többet hozzá, mert szerintem teljesen körbejártad a dolgot. Maximum akkor beszélsz egyébként haza, hogyha az évvégi játékajánló listádba beleteszed a saját fejlesztési játékodat. Ja, az biztos, hogy a top 1, top 2 és a top 3 kategóriát elviszi, és a végigén 10-esre fogom értékelni. Tehát ez minimum. Sőt, szerintem beregisztrálok 4-5, sőt, legyen 20 ilyen kamu BGG accountot, és csak bizonyos magyar játékokra 10-eseket adok. Természetesen ez mind csak fikció, ilyenek nem történnek. A valósággal való bármilyen egyezés csak a véletlen műve. Nézzük a top 1-es kategóriádat. A top 1 igazából alátámasztja a top 2-t is, meg ha úgy nézem, akkor a 3-at is. Area majority per influence. Szépen magyarosítva, vagy magyarra fordítva, terület befolyásolás, és nagyon érdekes, mert nem találtam meg külön a mechanikák közt a terület foglalást, ugye az area control, és ez benne van, ha belegondolunk. Tehát az, hogy terület befolyásolás, ugye itt lehet említeni az El Grandét, vagy lehet említeni most egy friss játékot, a Párizst, aminek az a lényege, hogy az adott kulcsokat úgy pozícionáld a kerületen belül, hogy végül az épületek összértékénél a te összértéked legyen a legnagyobb, és te vidd el a kerületnek a bónuszait, a győzelmi pontokat, hogyha van ott olyan lapka. És igazából a területfoglalás egy agresszívabb formájának tűnhet ennek, mert gondoljunk csak egy nagyon ősrégi játékra, Rizikó. Dobunk, oda megyünk, legyőzzük, és ami ott volt az ellenfelünknek, az ott megmurdál, megy haza, elveszítette azokat az egységeket. De igazából itt csak az egyetlen különbség szerintem az időzítés. Mert még a terület befolyásolásnál a játék végén derül ki, hogy kiveszítette el az adott területet, és igazából amit ott beleölt addig energiát, egységeket, bármit, az ott derül ki, hogy fölösleges volt. Míg a terület foglalásnál azonnal kiderül, hogy ki győzte, vagy ki nyerte meg az adott területet, pozíciót. Úgyhogy ez nagyon rokkon mechanikák. Szerintem amúgy érdemes lenne külön kezelni, pont emiatt az időzítés része miatt, de ettől függetlenül egy kalap alá is lehet őket venni. És itt visszatérve egy kicsit a table talkra, vagy a variable player powers-re, nekem azért tetszik ez a mechanika, mert egyrészt konfrontatív, nyilván konfrontatív, nem mondom azt, hogy interaktív, mert az egy kicsit mást jelent, és én bírom ezt a fajta konfrontációt, tehát nekem nem esik rosszul, hogyha elvesznek tőlem valamit, mert akkor tudom azt, hogy azért tudták elvenni, mert rosszul pozícionáltam az egységeimet mondjuk, vagy bármit. Emellett szólva mondom azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen mechanikákkal van ez párosítva, mert például van egy játék, nem tudom, ismered, de a Mare Nostrum Empires. Hallottam, de nem ismerem. Nem baj, ha nem. Szerintem egy elég alulértékelt, meg itthon abszolút nem is felkapott. Én azt mondom, hogy hibrid játék, mert hogy alapvetően megvan benne az az eurós vonal, hogy erőforrásokat menedzselünk, van egy kereskedelmi fázis benne, hogy cserélgethetünk, van vagy 12 vagy 13 fajta erőforrás van benne, és pont azért, mert ez eleinte úgy tűnik, hogy minek ennyi, tehát miért nem van csak 2-3, mint az átlagos területfoglalós játékokban, viszont behozza azt ezeknek az erőforrásoknak, meg ennek a hibrid jellegének adódóan, hogy igen, tudsz nyerni pusztán területfoglalással is, tudsz nyerni akkor, hogyha talán 3 kulcsfontosságú várost uralsz, viszont akkor is tudsz nyerni, hogyha jól szeded össze ezeket az erőforrás szetteket, és a kereskedelmi fázis végére egy olyan szettet tudsz felmutatni, amit meg kizárólag csak ügyes kereskedéssel, és egyébként jól megválasztott területfoglalással tudtál összeszedni, mert hogy minden terület másfajta erőforrásokat termel, és lehet, hogy a többiek azt hiszik, hogy te a várost mész elfoglalni, közben neked teljesen jó ott a város melletti kis sivatagos terep, azért, mert azt adja meg, amire neked szükséged van. Úgyhogy ha ez jól van mixelve, akkor szerintem egy nagyon élvezhető játék alakulhat ki belőle, például ott a site is, amit nagyon sokan nem szeretnek, és én is azt mondom, hogy tele van hibákkal az a játék, de 5-6-7 fővel én a mai napig szívesen leülök vele játszani, mert ott jön ki igazán az, hogy fontos benne a területfoglalás. 2-3 főnél olyan lazán eljátszunk egymás mellett, hogyha kell, nem is találkozunk. Ott nincs értelme
ennek a résznek, nem elég szűk a pálya ahhoz, hogy kijöjjön ez a része, viszont 5-6-7 főnél ez abszolút kijön, és akkor már megjelenik mellette az, hogy abszolút politikai játékká tud válni, hogy meg akarsz támadni, jó, figyelj, ne támadj már meg, mert akkor itt a következő körben tudunk szövetkezni, vagy kapsz valamit, vagy átengedem neked ezt a területet. Úgyhogy itt a játékos számra is kitérek, hogy vannak olyan területfoglalós játékok, amik két főre vannak optimalizálva, azok is jól működnek, de én ezt szeretem a legjobban, hogyha sokan vagyunk, van benne területfoglalás, van benne politikai vagy tárgyalásos szál, tudunk beszélgetni a többiekkel, szövetségeket kialakítani. Nekem ettől pezseg és él egy játék, és én ezért vagyok oda, ezért a mechanikáért egyébként, ezért figyelek rá, hogyha megjelenik. És csak hogy még egy másik példát is mondjak, csak hogy milyen sokszínű ez a mechanizmus. Pont a héten próbáltuk ki a Renature című Kramer Kisling játékot, nagyon hasonló a Párizshoz, tehát egy területbefolyásolás van benne, de teszi ezt egy totál absztrakt, dominós környezetben, amire nem is számítottam igazából, hogy ennyire konfrontatív játék tud kerekedni így ebből, hogy van egy pattern building rész benne, hogy dominókat kell egymás mellé pakolgatni, és mellesleg olyan pozíciókat elfoglalni a különböző növény jelzőinkkel, amikkel a végén mi tudjuk lepontozni az egyébként körbezárt területet. Úgyhogy rengeteg játékban meg tud jelenni, hogyha jól van összerakva az adott játék, és nagyon sokszínű tud lenni ez a mechanizmus. Láttam az unboxingját, lesz róla ismertetőd is? Szeretnék, abszolút. Szerintem mondjuk nagyon hasonlít a Párizshoz az elv, ami működik benne, de mégis más oldalról van megközelítve. Úgyhogy ezért mondom, hogy önmagában az, hogy benne van ez a mechanizmus, nagyon sokrétű tud lenni, és lehet, hogy felső tűnik az embereknek, hogy egy konfrontatív játékot játszanak. Annyira ügyesen el lehet ez benne helyezni. Ennek a játéktípusnak is megvan szerintem egyébként az a negatívabb kicsapódása, hogy ugyanúgy meg lehet benne sértődni. Abszolút. Ez is az a típusú mechanizmus, amit nem biztos, hogy mindenkinek javasolnék, és még magamon is sokszor észreveszem, én ezért nem szeretem egyébként, mert kicsit durván néha fizikai fájdalmat okoz, amikor nem csak az, hogy ha elvesznek tőlem területet, mert az benne van, hanem az, amikor úgy vesznek el tőlem területet, hogy nem tartom logikusnak. Hogy nem azért veszik ki, mert jaj, te vagy az első, hanem hát, mert most legyél te. És akkor, de hát miért? Én most teljesen a közepén vagyok mindennek, és akkor ez most engem visszavet. Ráadásul ugye ilyenkor általában azért az jellemző ezekre a játékokra, hogy teljesen újra kell építeni, gondolni az egész stratégiát, taktikát, és az ilyenkor nem biztos, hogy jól esik a játékosnak, vagy hogy egyáltalán újra tudja építeni a taktikáját. Igen, én ezért mondtam azt, hogy nagyon jól kell felépíteni egy ilyen játékot, mert például a Sight-nak ez az egyik nagy hátránya. A Sight-ot is azt mondom, hogy területfoglalás alapon is működik, de inkább kicsit olyasmi, mint a Twilight Imperium, hogy csak akkor konfrontálódjatok, hogyha nagyon megéri, vagy ha nagyon kell. Mert egyébként legyengültök tőle, mind a ketten, a támadó és a védekező fél is jó eséllyel legyengült tőle, ha csak el nem blöffeli az egyikük, és onnantól kezdve a többieknek megérheti ütni őket. És ugyanez van a Twilight Imperiumban is, hogy lehet, hogy lenyomtok egy eposzi, óriási két flotta egymásnak csap, és zörögnek a kockák, és többiek nézik, hogy hú, hát ez mekkora élmény volt, de olyan gyengék lesztek a csata végére, hogy a többiek azt mondják, hogy ja, hát átgyalogolok rajtad két vadásszal. Ezek inkább politikai szempontból érdekesek az én meglátásom szerint, hogy hozd olyan pozícióba az egységeidet, hogy ne akarjanak megtámadni. Hogy érezzék azt, hogy hát, ha megtámadom, lehet, hogy nyerek, de inkább többet fogok veszíteni. Én egyébként a Sight-ot kedvelem, én nem feltétlenül tartom rossznak, még akár két-három fővel sem, vagy egyébként ott vannak az alagutak, amikkel akár rögtön ott tudsz teremni egy másik játékosnál, és akkor meg tudod támadni, de az tény, hogy azzal nagyon sokat rontottak az ázsiójukon, hogy úgy reklámozták, és néha még mai nap úgy reklámozzák, hogy ez egy 4X játék, holott, amit mondasz, azzal egyetértek, meg hát benne is van egyébként a győzelmi feltételekben, hogy legfeljebb két harcot kell megnyerned. Tehát, hogy nem lényeges abban a játékban a harcászat, miközben úgy tűnik távolról, vagy megnézve a térképet, hogy az egy lényeges elem lesz. Nem, pontosan kell időzítened azt az egy vagy kettő csatát megnyerni, és nem is annyira fontos az, hogy csatász, tehát nyerhetsz úgy is, hogy csata nélkül vagy. Nyilván, hogyha minél többen játszunk, azért ez úgy válik egyre nehézkesebb
dologgá, hogy csata nélkül nyerjél. Én mondanék egy másik dolgot még ide, hogy az is nagyon fontos ezekben a játékokban, hogy hány darab csatád van. Mármint, hogy folyamatosan minden körben biztos, hogy belemész egy csatába, és akkor ott lesz valami egymás elleni dolog, és akkor vissza tudsz vágni a másiknak, meg gyorsan újra tudod építeni a seregedet, és akkor mentek csata ide, csata oda. Én egyébként a Dűne is szerintem, ahol folyamatosan termeljük újra az egységeket, tesszük le, visszük oda a másikhoz, és már is megy az újabb csata. De vannak olyan játékok, mint a Sight is, ahol játékonként egy vagy maximum kettő csatába mész bele, arra gyűjtöd össze a seregedet, és az ilyen szempontból lehet negatív, hogy hát az a csata pont neked nem kedvezett, és akkor az egész, amit ráépítettél, az kevésbé működött. Hogy jó példát mondjak ilyenre, amit én személy szerint például szeretek, az a Kemet játék, aminek most elejön is az újabb kiadása, az szerintem nagyon jól hozza össze azt, hogy ez egy csatázós, területfoglalós játék, de közben van benne egy jó kis fejlődésrendszer, és kell eleget stratégiázni a kulcsfontosságú területek megszerzéséért. Igen, ez is teljesen igaz, amit mondtál, de pont ide is kapcsolódik, hogy ezért szeretem ezt a mechanizmust, mert okosan elhelyezve egy játékba nagyon sokat tud hozzáadni. Nyilván ehhez tapasztalt játékosok is kellenek, akik szeretik, akik nem idegenkednek ettől, és nem veszik fél váról, amit mondtál, hogy hát most csak azért támadlak meg, mert ott vagy. Én is játszottam ilyenekkel, többet nála nem került elő hasonló játék. De jó társaságban szerintem ez egy nagyon élvezetes mechanizmus tud lenni, hogyha nincs, aki megsértődik azon, hogy hát most miért engem támadtál, meg van logika abban, hogy miért csinálunk. És mi a te első helyezetted? Én erről nem nagyon sokat szeretnék beszélni, egyrészt mert szerintem nem mechanizmus, mégis az első helyre tettem, és egyébként szerepel a mechanizmusok közötti listában, de nem egy olyan mechanizmus, ami jól körülírható és elmondható, hogyha ilyet akarsz beletenni egy játékba, akkor ezeket a tartozékokat, vagy ezeket az elemeket, ezeket a szabályrendszereket kell alkalmaznod. De annyira szeretem ezt a fajta mechanizmust, és annyira nálam egyértelműen a top 1, hogy ennek ellenére is ide tettem a listára, ez pedig a kooperatív játék. Imádom azt, és azt keresem egy játékban, hogy össze lehet-e dolgozni a másikkal. Ebbe számomra egyébként belefér most a szemi-kooperatív játék, nem akartam, hogy kettő helyet is elfoglaljon, mondjuk a második a szemi-kooperatív, és első a kooperatív játék, de én tényleg azokat a játékokat keresem elsősorban, és ez mozdított bele a gamerségbe is szerintem a sima otthoni játszáson túl, hogy lehet kooperatívan játszani, hogy összedolgozunk, hogy van egy saját szerepem, hogy van egy saját titkos célom, hogy korlátozott kommunikációban, hogy közösen építünk útvonalat, hogy a draftolásnál is lehet, hogy jó az, hogyha olyat veszek ki mondjuk az Alien Legendary-ből, amivel majd tudok kooperálni a másik játékossal, és ez mindig egy számomra egy új dimenzióba helyezi a játékot, hogy nem csak arról szól, hogy én ott pakolászok magam előtt, és valami lesz, és a végén nekem 58 pontom lett, neked meg 60, te nyertél, gratulálok, játszhatunk egy újat, hanem arról szól, hogy van a játékosok között egy olyan interakció, ami növeli a közöttük lévő együttműködést, és úgy tudunk nyerni, hogyha együttműködünk, és ez nagyon-nagyon sok sztori alapú, vagy ameri alapú játékban is benne van, hogy mindenki irányítja a saját karakterét, de azért közösen akarunk nyerni. És ezekben a játékokban szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy ha nem nyerünk, akkor nem olyan fájó, mert közösen buktuk el. Ha megnyerünk, az meg sokkal jobb érzés, mint hogyha egyedül nyertem volna. Mert hogyha egyedül nyerek, ez a 120 pontom lett neked, meg csak 50, én lettem az első. Tehát, hogy az kicsit olyan, nyilván ennek megvan a különböző visszafogott módja, hogy hát igen, nyertem, vagy gratulálunk, vagy valami, vagy nem is foglalkozunk vele, mert a játékélmény jobb volt. Egyébként majd ez így előjáróban akkor szintén a jövőre vonatkozóan, hogy azért tervezünk egy győzelemmel foglalkozó podcastet is készíteni, de hogy a kooperatív játékban én úgy érzem magam sokszor, amikor nyerünk, az nagyobb örömet ad, mert közösen nyertünk, és hogyha vesztettünk, sem érzem annyira nagyon nagy problémának, mert közös élmény volt, és közösen vesztettünk, és egy vagyok a többiekkel, és a többiek is ilyen szempontból egyek velem a játék során, és én ezt nem akarom túragozni. Nálam a kooperatív játék az a játékok csúcsa, amit nagyon-nagyon kedvelek. Én azért mondom, hogy belefér mechanizmusként is, mert tény, hogy ez inkább egy döntés, hogy kooperatívát teszel, vagy kompetitívé egy játékot, tehát
tényleg nem tartom én sem olyan fizikailag megfogható mechanizmusnak, mint mondjuk a draftolás, aminek le vannak írva a jellemzői. Viszont ez egy fontos döntés a játék design szempontjából, mert el kell tudnod dönteni egy ponton, hogy mi a célod, hogy milyen élményt akarsz nyújtani a játékosoknak, úgyhogy szó szerint tényleg nem mechanizmus ilyen szempontból, de mégis azt mondom, hogy belefér ebbe a listába, mert ha nem ekkor döntöd el, nem a játék dizájnolása alatt döntöd el, akkor mikor? Úgyhogy, ja, furcsa egyébként, hogy rajta van a listán, de szerintem van ott helye, mert valamikor el kell döntened. Igen, csak ilyen alapon akár az Engine Builder is rajta lehetne, tehát ami egy sokkal tágabb dolog. De nem is az a lényeg, hogy most mi van rajta, mi nincs nálam, ez tényleg top 1-es a kooperatív játék, te hogy állsz ezekhez a játékokhoz? Alapvetően én szeretem, hogyha, de megint odajuk adunk ki, hogy mint mechanizmus, kedvelt mechanizmus a részemről is, én is szeretek együtt dolgozni, de itt megint csak azt mondom, mint a területfoglalósnál, vagy az összes eddiginél, hogyha jól van összerakva. Mert például a Pandemic-kel nekem az első élményeim kifejezetten negatívak voltak, mert olyan szempont, vagy olyan szinten érvényesült az alfa játékos személye, hogy azt éreztem, hogy ott ülünk másfél órát a játék fölött, és én csak azt csináltam, amit a másik mondott. És lehet, hogy jól gondolkodik az az egy játékos, és lehet, hogy képes megnyerni egyedül a játékot, de ezzel megfosztja a többieket az élménytől, hogy együtt találjuk ki, mert egyébként az, amit te elmondtál, hogy együtt dolgozunk egy közös célért, az valóban egy nagyon nagy élményfaktort tud adni. Talán azt mondom, hogy nagyobb élményt tud adni egy kooperatív játék, egy jól összerakott kooperatív játék, mint egy ugyanolyan jól összerakott kompetitív játék. Mert a végén pont ez van kiküszöbölve, hogy valaki ott örömködjön, hogy jaj, nyertem, és valaki meg ott bosszankodjon, hogy hát én most mit rontottam el. Hogy azt hittem, hogy jól van összerakva a játékom, akkor mégis mit rontottam el. Ott mindenki együtt örül, ott mindenki győztes, és ez lehet egy túlságosan rózsaszín kép, így lefestve, de szerintem abban egyetértek, hogy nagyobb élményt tud adni egy jól összerakott kooperatív játék, viszont ettől függetlenül is egy zsánernek tartom, és meg tudom azt is érteni, hogyha valakinek nem jön be. Mert hozzáteszem, hogy a kompetitív játékoknál szerintem nem csak az a lényeg, hogy legyőzzük a többieket, hanem az is, hogy legyőzzük magunkat. És van, aki nem azért nem dolgozik csapatban, mert nem akar, vagy nem tud, hanem ő egész egyszerűen úgy szeretne, ha lehet ilyen furcsán fogalmazni, szólójátékot játszani, hogy a többiek is ott vannak körülötte. És megnézni, hogy jól tudta összerakni az adott játékot magának. De ezzel együtt is azt mondom, hogy én is szeretem, csak nagyon megválogatom, hogy mivel játszok. Az alfa játékosa nagyon, nagyon érzékeny vagyok, azokat lehetőleg kerülöm, amiben nagyon ki tud jönni, de egy jól összerakott kooperatívot bármikor elővennék én is. Nem véletlen egyébként, hogy nagyon sok kooperatív játék ameri. Tehát ahol majd a döntésed után történik meg, hogy az jó döntés volt-e, és megkérdezheted tőlem, hogy most jó döntése, hogyha azt csinálod, nem fogom tudni megmondani, hanem hát majd kiderül. Nyilván lehet valamennyire számítani rá, hogy valamelyik jobb lehet, mint a másik, de majd kiderül. És ezért is mondom, hogy például a szemikooperatív játékok. Egyébként ebbe a kategóriába is beletartozik a majd hamarosan megjelenő játékom. A szemikooperatív játékokban is pont ez a jó, hogy azért kell összedolgozás, de azért óvatosan, tehát ez kiveszi kicsit az alfa játékos szerepét, ami egyébként egyetértek a Pandemicben abszolút jelenlévő probléma forrás lehet. Mondjuk én attól függetlenül kedvelem azt a játékot, de amit mondasz, abszolút helytálló, ezekhez a játékokhoz is, és egyébként szerintem minden játékhoz megfelelő társasággal kell leülni, és akkor nagyon jó élményt tud adni egy akár rosszabb játék is, mert hogyha jó társaság vesz körül a játék során, közösen dolgozunk egy közös célért, vagy mindenki tudja a saját kis dolgait, nem uraljuk le egymást a játék során például, akkor az egy tök jó élmény tud lenni. És ez a lényeg szerintem a társasozásban, és nálam ezért is a kooperatív játék van első helyen, mert a társas játék, bár én is szoktam szólóban játszani, és jók a szólójátékok is, de azért elsődlegesen közösségi, közös élmények, társas élmények, és annak az öröme, hogy együtt vagyunk, egy kicsit együtt tudunk időt eltölteni, és akkor éppen miért ne játszunk, és valamilyen játékot előveszünk, és akkor a társaságtól függően tudunk vele játszani, és nálam ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Igen, és egyébként pont erre mondtam én is, hogy nagyon sok olyan szolitár típusú játék van, ahol szinte tök mindegy, hogy ott vannak a többiek körülötted. Például a Calico is ilyen. Az egyetlen
interakció, hogy melyik lapkát választod a piacról. Ezt gyakorlatilag akkor is megtehetnéd, hogyha szólózol vele, és mégis sokkal jobban esik együtt játszani, még egy szolitár típusú játékkal is, és én is egyetértek veled abban, hogy van, hogy én is kipróbálok szólóba, de hogyha ott ülnek mellettem többen, lehet, hogy gyakorlatilag semmilyen interakció nincs a játékosok között, mégis sokkal jobban élvezi az ember. Úgyhogy ez a... Igen, lehet szidni a magyar kifejezés, hogy társas játék, mert ugye angolban nem ez a megfelelő kifejezés, de mégis jól átadja ezt a részét, hogy miért élmény társas játékozni. Szerintem ez kiváló záró gondolat volt ehhez a kicsit hosszabbra nyúlt epizódhoz. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Írjátok meg ti is kommentben azt, hogy számotokra mik a legjobb mechanizmusok, hogyha az Engine Builder-t vagy olyat is belevesztek, ami nincs egyébként a listán, azzal sincsen semmi gond. Mik azok a mechanizmusok vagy játékelemek, amik, hogyha benne vannak egy-egy játékban, akkor felkapjátok rá jobban a fejeteket, vagy amivel lehet, hogy szívesebben játszotok, kíváncsiak vagyunk rá. Ha eddig még nem tettétek meg, akkor irány a draftársas játékvlog, és iratkozzatok fel Petihez is. Nagyon jó kis tartalmak vannak ott is, és kövessétek a videóinkat, örülünk minden egyes pozitív visszajelzésnek, és természetesen kritikát is nyugodtan fogalmazzatok meg, hiszen folyamatosan szeretnénk mi is fejlődni. Köszönjük a figyelmeteket, jó játékot, játszatok sokat, mert játszani jó, sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!